Tiltakozó plakátokkal ragasztották össze a 11. kerületi Fidesz irodát. A tüntetést azért szervezték, mert csütörtök délután a 444.hu újságíróját elmondása szerint meglökdöste a kerületi polgármester kabinetvezető helyettese, és a telefonját is kicsavarta a kezéből. Napi szintű a kormányzati vegzálás, és egyre jobban nő a nyomás a szabad médián Magyarországon. A 444.hu videós újságírója csütörtökön a Fidesz nemzeti konzultációs rendezvényéről akart tudósítani, amelyet ebben a budai iskolában tartottak. Először be sem akarták engedni, mert nem regisztrált az eseményre. A teremben a mobiljával csinált néhány fotót, majd kiment telefonálni, de már nem engedték vissza. Azt mondta, Szabó László a kerület kabinetfőnök helyettese állta útját, elvette a mobilját, majd kirángatta az épületből. Konkrétan a jobb karomat fogta meg nagyon erősen és agresszívan, és nem engedte el, amíg ki nem rángatott ide az épület elé. Az újságíró azt mondta, lelkileg megrázta, hogy rátámadtak. Nyilván nagyon megijedtem, amikor rám támadtak, de nem szeretnék félni, hanem szeretném, hogyha kiderülne az igazság. A Fidesz alelnöke szombaton azt mondta, fontos, hogy egy eseményről beszámoljon a sajtó, de szerinte a 444.hu újságírói nem ezt szokták tenni, inkább provokálnak. A Soros által fenntartott médiabirodalom embereit, ugyanúgy, mint hogy a Soros által fenntartott álcivileket sem tartom civileknek, úgy nem tartom őket valódi újságíróknak, inkább provokálni szoktak. Alapújságírói ezt visszautasították. Az esetet elítélte 4 sajtóval foglalkozó szakmai szervezet is. Közleményükben azt írták, nem válhat normává az újságírók megfélemlítése, bántalmazása, megalázása és kitiltása. A tájékozódáshoz való jog sérül akkor, hogyha az újságírókat nem hagyják szabadon dolgozni. Az MSZP szerint sérti a sajtószabadságot, ha kitiltanak egy újságírót egy eseményről. 2010 márciusában még a Hír TV-t nem engedték be Mesterházi Attila sajtótájékoztatójára. Nyakó István akkori szóvivő akkor úgy nyilatkozott, hogy vannak olyan bulik, amikre ha nem kap az ember meghívást, akkor ott nem várják. Kunhalmi Ágnes szerint a két eset nem ugyanaz. Véleményem szerint más az, amikor egy párt meghirdet egy sajtótájékoztatót, és más az, amikor hivatalos kormányzati esemény van. Ugyanis ahonnan a 444 kolléganőjét ki akarták ebrudálni és ki akarták zárni, az hivatalos kormányzati rendezvénynek minősül. Tehát akkor sajtónyilvános párt eseményről ki lehet zárni bizonyos médiumokat, sajtónyilvános kormányzati eseményekről nem. Az én véleményem szerint, és ez a személyes véleményem, egyetlen ilyen rendezvényről sem érdemes és nem is szabad kitiltani a sajtó munkatársait. A csütörtökön történt eset után egy nappal a Fidesz és a 444.hu újságírója is feljelentést tett. A rendőrség hétfőn dönt arról, hogy indítanak-e nyomozást.